A világ teremtése. A világ kezdete előtt a föld puszta volt és sötét. A mindenható lelke lebegett a vizek fölött. Az első napon a mindenható azt mondta, legyen világosság. És világosság lett. A mindenható elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte, a sötétséget pedig éjszakának. Ezután este lett, majd reggel. A második napon a mindenható megteremtette az égboltot. Ezen a napon a mindenható így szólt. Legyen mennyezet a vizek között, ami elválasztja a mennyezet alatti vizeket a mennyezet feletti vizektől. Ez a mennyezet egy szilárd boltozat. A mindenható égnek nevezte el. Ezután este lett, majd reggel. A harmadik napon a mindenható így szólt. Gyűjjenek össze az ég alatti vizek egy helyre, és emelkedjen ki a száraz. A szárazat elnevezte földnek, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. Ezután azt mondta a mindenható. Teremjen a föld zöld növényeket, füvet, gyümölcsfát, ami magot rejtő gyümölcsöt terem. És így lett. Ezután este lett, majd reggel. A negyedik napon a mindenható megteremtette a napot, a holdat és a csillagokat. A mindenható ezt mondta, legyenek világító testek az égbolton, és válasszák el a nappalt az éjszakától. A mindenható megteremtette a két nagy világítót, a napot és a holdat. Ezek határozzák meg a napokat, az éveket és az ünnepeket. A napot azért teremtette, hogy uralkodjon a nappalon, a holdat pedig azért, hogy uralkodjon az éjszakán, és megteremtette hozzá a csillagokat is. A mindenható az égboltra helyezte ezeket, hogy világítsanak a földnek. Ezután este lett, majd reggel. Az ötödik napon a mindenható megteremtette az állatokat. Így szólt. A vizek teljenek meg élőlények sokaságával. A föld felett az égen pedig repdesenek madarak. Megteremtette a mindenható a nagy vízi állatokat, és minden vízben mozgó és úszkáló állatot, és megteremtette a röpködő madarakat, megáldotta őket, és így szólt. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, és a madarak is szaporodjanak a földön. Ezután este lett, majd reggel. A hatodik napon pára szállt fel a földről, és megáztatta a föld egész felszínét. Akkor Jahúa megalkotta az embert a föld porából. Az orrába lehelte az élet leheletét, így lett az ember élő lélekké. Jahúa kertet telepített Édenben, napkelet felől, és oda helyezte az embert, akit teremtett. A mindenható a földből mindenféle fát nevelt, ami mind szép volt és ehető. Ezután a kert közepén kisarjasztotta az életfáját és a jó és rossz tudás fáját. A kertet egy folyó öntözte, ami Édenben eredt, és négy ágra szakadt. A mindenható az embert az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze azt. Ekkor parancsot adott az embernek. A kert minden fájáról ehetsz, de a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert ha eszel belőle, meghalsz. A mindenható megteremtette még a földből a mező minden állatát, és az ég minden madarát. Az emberhez vezette őket, hogy az ember nevet adjon nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik. Ezután a mindenható azt mondta, nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki illik hozzá. A mindenható álmot bocsátott az emberre, és amikor elaludt, kivette az egyik oldalcsontját, a helyét kitöltötte hússal, és az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt, ez csont a csontomból, és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett. Ezért a férfi elhagyja az apját és az anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és a kettő egy test lesz. Az asszony és az ember meztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt.
A mindenható a saját képmására teremtette az embert, férfinek és nőnek teremtette őket. Megáldotta őket, és így szólt. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, népesítsétek be a földet, és uralkodjatok rajta. Uralkodjatok a tengerhalai, az ég madarai, és minden állat fölött, amely mozog a földön. Ezután a mindenható azt mondta, nektek adok minden növényt, ami magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak és az ég madarainak, és mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok. És úgy is történt. A mindenható látta, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó. Ezután este lett, majd reggel. Így teremtette meg a mindenható a földet. Jehuva a hetedik napon befejezte az alkotó munkáját. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett. Megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után. Ez a története az ég és a föld teremtésének, ahogy az lefolyt. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!